reggel és jó reggel kívánok! A vadétel főzés ezúttal azt hiszem csak ürügy sátoralja új helyen most arra, hogy a térség vadásztársaságai, a települések képviselői találkozhassanak egymással. Ehét szombatján no meg, hogy a várost, valamint a Zemplén és Bodrog közi térséget ismertebbé, a turisták által kedveltebbé tegyék. Most, hogy így átlátunk a szitán, nincs is más dolgunk, mint eleget tenni a meghívásnak, és még jól is lakhatunk. Holnaptól vasárnapig minden versenyző garantáltan kukorékolni fog a Tisza-tó kapujában, Poroszlón. Ez nem vicc. Ugyanis a csend, a béke és a valódi ökoturizmus helyszínén holnap kezdődik a Heves megyei Kakas Szépségverseny és Bogrács Fesztivál. A baromfik több kategóriában mérik össze tudásukat a tenyésztőkből, állatorvosból álló szakértő zsűri előtt. Kihirdetik a 2010-es év Baromfi udvar királya címet. Közben pedig a legfinomabb bográcsos ételek is elkészülnek, persze nem azokból a kakasokból. Aki szereti a kunsági hagyományos birkapörköltet, annak jövő hétvégén ott a helye a karcagi birkafőző fesztiválon. Már pénteken elkezdődik a program. A sokféle kóstoló mellett több helyszínen lesz lepénysütés, vesszőfonás, gyékénykötés, kötélverés, egy szóval sok-sok népi mesterség bemutatása, népzene és táncház. Szombaton reggel 8 órakor kezdődik a főzőverseny, este huligánsz koncert lesz. Vasárnap pedig folytatódik a vigasság, sőt reggel 9 órától részt vehetnek a Kunok földjén két keréken, kerékpáros túrán is. Délután pedig fellép Tabáni István. A jövő hétvégén Karcagon. A programokhoz jó szórakozást kívánok, holnap új ajánlatokkal jövök a viszontlátásra.